Abban állapodtunk meg, hogy minőségi játékosokat keveset, akik azonnal bevethetőek és hosszú távon komoly erősítést jelentenek számunkra, olyanokat igazolunk. Négy játékos érkezett, vagy három érkezett, ahogy elmondtad, egy pedig folyamatban van. Őket már nyáron is próbáltuk idehozni, aztán a hosszú munka meghozta az eredményét. Lőrinci Attilát sikerült idehozni, Zseremi Obunett érkezett még színán, és Senko Zsombor. Mivel a keret létszám az optimális, most jelenleg így gondoljuk, ezért ugyanúgy távozók is lesznek majd, őket is bejelenthetjük. Hegedűs János már a Vasasnál edző, valószínűleg Szőke Adrián kölcsönbe megy a szerve első osztályú Bácska Topolyához. Itt még Kotula Máté, elengedjük, visszaengedjük Mezőkövesdre és Póser, Dániel pedig most egy, elengedtük a mai napon, hogy tárgyaljon a lendő csapatával. Amit még meg kell említenünk, van egy fiatal kiemelt tehetségünk, Vajda Boton, aki válogatott kerettag, ők pedig kölcsönben el fogjuk engedni a fejlődése érdekében. A játékosok kaptak, utolsó mérkőzés után kaptak egy hetet, úgymond pihenőt. Utána elkezdték a felkészülés, és minden edzést, minden futó a részletet megkaptunk a stábba, figyeltünk, szóval az első hét, a karácsony még három edzésük volt, a karácsony után már négy edzésük volt, szóval nagyon jó állapotban érkeztek a játékosok, ami bizonyítja a tesztek is, ami voltak. Ezért is fontos volt számunkra, mert nagyon kevés időnk van a felkészülésre, mint az edzőtábor, ahol több edzőmérkőzést fogunk játszani de szinte a bajnokság is kevesebb idő van, mint általában szokott lenni. Szóval meg vagyok elégedve a játékosok állapotával, és most elkezdünk majd azokat a taktikai, meg nyilván még kondíciós dolgokat felhozni, ami szükség lesz majd már az edzőtábor a mérkőzésekre, hogy tudjunk majd jó szerepelni már ott. De nyilván a fő cél nekünk a első bajnoki mérkőzésünk. Igen, pontosan, tehát ne legyünk elégedettek az elért eredménnyel, még nagyon sok van hátra, nagyon sok mérkőzést kell megnyerni, komoly céljai vannak a klubnak, komoly célokat tűzött ki maga eleje a csapat, a srácok, úgyhogy nekünk mindenféleképpen arra kell koncentrálni, hogy a második felébe még pontosabban, még jobban, még könnyebben tudjuk venni ezeket a mérkőzéseket. Ahogy a mester azt elmondta, kevés volt a, a pihenőidő, mindenki készült, mindenki komolyan vette a dolgot, úgyhogy ebből is lehet látni, hogy nagyon komolyan vesszük a második felét, mert tudjuk, hogy még nehezebb e, dolgunk lesz, és nem akarunk beleesni abba a hibába, amit tavaly történt a klubnál. Úgyhogy e, e, még egyszer mondom, nagyon komolyan veszi mindenki a munkát, és nagyon komolyan készülünk. Mivel a jövő csapatát építjük, ezért fontos volt számunkra, hogy fiatal játékosokat... E is hozzunk, de az egyensúly az nagyon fontos a csapatban, tett kellett tapasztalt játékos is. Meg voltak a pozíciók, ahol, ahol úgy éreztük, hogy még erősítésre van szükség, és ennek ez, ez volt az a két szempont, ami alapján így, így elindult a közös gondolkodás. Megmondom őszintén, a, a négyből hárommal már már nyáron is gondolatban eljátszottunk a játékosok legazolására, de véglegesen most a Szergelyel együtt döntöttünk úgy, hogy ide hozzuk őket. Csak a saját csapatunkra, csak a saját játékunkra, és a legközelebbi ellenfélre készülünk. Szóval uh, többször elmondtam azt is, hogy uh, nyilván a játékosok tudják a tabellát, nézik, gondolom minden, de ezt soha nem említem föl, uh, mint a csapat megbeszéléseken, mint az öltözőben. Mindig arra törekszem, hogy azokat a számokat uh, amit engem érdekelnek a játék minőségből, arra koncentráljunk, arra figyeljünk, és uh, én, én, elmondtam a csapat előtt is, hát a csapat nagyon jó tudja, ezért is nagyon jól elvégezték ezt a munkát is, hogy uh, kitűztem egy célt a tavaszi idénre, és örülök annak, hogy mindenki komolyan vett és komment készünk erre a tavaszra. A, ha jól emlékszem, sehol nem is mondtam, hogy mi a, a fő célunk mindig azt mondom, hogy a következő mérkőzés, szóval én próbálom uh, ezt kezelni, és próbálom uh, egy kicsit uh, védeni a csapatot ettől, hogy ne ezen gondolkozzunk, hanem inkább azon gondolkozunk, hogy minden edzésen maximálisan tudjanak teljesíteni, mert ahogy szoktam mondani, ahogy edzünk, úgy játszunk és természetesen a számomra nagyon fontos az, hogy a játék minőség meglegyen, és, és minden játékos tud róla, hogy elkövetjünk ezt a stábba minden gyakorlatban, minden edzésen, hogy a maximálisan tudjanak teljesíteni, mert ezt adja meg a lendületet a csapatnak a bajnoki mérkőzéseken. Tervezni nem tervezzük, de bármikor beesett egy játékos egy, egy szerződésbontás, amire gyorsan reagálnunk kell nem zárkózunk el tőle, de a terveinknek megfelelően már idehoztuk a játékosokat. A cél az volt, kérés az volt Szergejtől, hogy, hogy a januári első edzésre minden játékosan itt legyen, rendelkezés álljon, is, és, és fel tudják, meg tudják kezdeni a felkészülést. Tudjunk, hogy mi a, az tudjunk mi a gyengeségünk, tudjunk, hogy hol kell fejlődnünk. Ez a folyamat soha nem szabad megállnia, mert uh, ugyanígy az ellenfélek készülnek ránk, ellenfélek tudnak, uh, hogy uh, hogyan játszunk, mi, milyen játékot képviselünk, szóval nekünk uh, minden nap uh, erősebbnek kell lenni, az, hogy uh, tudjunk, uh, ahogy mondta a és az előbb, hogy ez az egyik célom, hogy ezeket a mérkőzéseket, amik voltak össze, próbáljunk meg, még jobban, még uh, magabiztosabban behozni. Szóval uh, itt a fő célunk természetesen továbbra fejleszteni a játékunkat, ahogy mondta az Endre is, hogy uh, mi pontosan tudtunk, hogy melyik pozícióra, hova kell megerősítenünk, hogy uh, úgymond a munkába is uh, minden pozícióban meg legyen a konkurencia. Szóval a konkurencia nagyon fontos uh, az edzéseken, hogy uh, a játékosokat a legjobban tudjak hozni, és, és, senkinek nincs bebiztosítva a helye kezdőcsapatba, és mindig kell bizonyítani az edzésen, aki jobb lesz, az a játékos megkapja a lehetőséget a játszani. A, a távozókkal ugyanígy kapcsolatban, szóval, hogy ez a sport, ez konkurenciáról szó, az, aki kevesebbet játszott, a, a, annak elmondtam, még a utolsó bajnoki meccs után is, hogy valószínűleg jobb lesz, hogyha máshol meg tudja kapni a játék lehetőséget. Szóval az egy ilyen természetes folyamat, aki bizonyítja, aki nyújtja az eredményt, azt játszik, aki kevesebbet tud hozzájutni, azt viszont távozni kell csak. Hát minden erőbb, erősebb ellenfélre szerettem volna játszani. Nem mindig tőlünk függ az ellenfél kiválasztása, de elmutatjunk szerintem, hogy nagyon jó ellenfélek várnak ránk az edzőtáborban. Lesz egy évanabbali német csapat, lesz egy cseh évanabba, és dán évanabba csapat lesz. Uh, még folyamatban lehet a negyedik mérkőzés attól függ, hogy el fogom dönteni, ha kevesebb játszunk a játékos, akkor lehet, hogy még az utolsó napon két meccset játszunk, uh, hogy mindenki megkapja a terhelést, de természetesen uh, azt is kell uh, fejbe tartani, hogy fokozatosan fogunk uh, terhelni a játékosokat, és... és uh, független attól, hogy kivel fogunk játszani az első, másik vagy harmadik mérkőzés, úgy, úgy, úgy fogunk játszani, hogy először 45 percet kapnak, 60 percet, és az utolsó mérkőzés már nézni fogunk, látni fogunk a számokat, vagy 70, vagy végig játszak a, me a meccset. Ezt azért kell, hogy ö, tudjunk, hogy 29-en vár ránk a ki mérkőzés, ez a legfontosabb. Pont ebből a szempontból is azt csináltunk, hogy 25-én itt fogunk játszani egy, egy, um, egy barátságos meccset a Sával, eh, ahol megint eh, a játékosok tudnak eh, megmutatni azt, amit gyakoroltunk eh, előtte, és legjobban felkészülni a, az első bajnokira. Igen, sajnos engem rengeteg kisebb fajta sérülés hátráltatott, próbálom magam rendbe tenni, foglalkozom vele. Nyilván az ember mindig fitten akar neki kezdeni valamihez, ez egy ilyen sport sajnos, tehát mindig, mindig van valami. Maximálisan megpróbálom magam rendbe tenni, mindig a maximumot nyújtani, úgyhogy és ezáltal mindig a csapatnak úgymond rendelkezésére állni, aztán nyilván majd a mester fogja eldönteni, hogy ki fog játszani de mondom, szerintem ezzel mindenki így van. Sajnos nekem a múlt évemben tényleg, ahogy te elmondtad, sok ilyen apró volt, remélem, hogy, hogy, az új évvel ezzel le is zárult ez a sérülés korszak, és új év, új remények, és remélem, hogy egy fittebb játékot láthatnak majd tőlem, úgyhogy nagyon érkezni fogok ezzel kapcsolatban. Szerintem a neheze most jön, de viszont mindig lehet csiszolni a csapatjátékon. Én úgy gondolom, hogy ezt meg is fogjuk tenni. Most nagyon fontos, hogy az új játékosokat gyorsan beépítsük a, a, a csoportba. Van egy nagyon jó közösség, úgyhogy ebbe a közösségbe abszolút most nagyon gyorsan, gyors tempóval be kell őket építeni. És hogyha van egy jó társaság, ezt mindig elmondom, akkor lesznek majd eredmények is, úgyhogy nagyon pozitívan állunk ehhez hozzá. A játékon pedig nyilván, ahogy elmondtam, mindig lehet csiszolni, szerintem ezt meg is fogjuk tenni, és én örülnék annak a legjobban, hogyha, hogyha a következő mérkőzéseket tényleg nyugodtabban, simában lehetne lehozni, de nyilván nem csak mi vagyunk, hanem van egy ellenfél is, aki ugyanúgy készül, mint mi, akinek ugyanúgy tervei vannak, céljai vannak, úgyhogy én egy kicsit nehezebbre számítok, mint ami eddig volt, de aztán ne legyen igazam. Ahogy mi megszoktunk, minden ellenfél ellenünk próbált mindig a legjobbat hozni, és mindenki próbált a legjobbat mutatni. Többször hallottunk a, a, az ellenfél csapatoktól, hogy mennyire jó nekik érkezni a Miskolcra és szurkolók előtt, sok szurkoló előtt játszani, szóval tényleg motiváltak, mindig voltak az ellenfélek. Ez semmiféleképpen nem újdonság számunkra. Továbbra is én azt a vonalat tartom, az, hogy elsősorban magunkra kell koncentrálni, magunkra kell figyelni. Mondom, sikerült nekünk igazásokat tenni abba a pozíciókba, ahol számítottunk erősíteni egy kicsit a csapatot. Ez is beleadja bele azt, hogy a csapat még szolidabb kell, hogy legyen, még jobbnak kell legyen, hogy, mint az edzésen. Én elmondtam, hogy ha edzésen jobbak leszünk, akkor nyilván a mérkőzéseken is jobbak leszünk. Szerintem mindenki már várja azt, hogy elkezdődjön az edzések, a meccsek, és minél hamarabb elérkezünk a bajnoki mérkőzésre, és akkor csak a bajnoki mérkőzést válasz fog adni a, ezekre pontosan a kérdésekre, pontos válaszokat akkor fogunk megkapni. Azt, amit a játékosok csináltak, az inkább aerobik munka volt, azt olyan fenntartó volt ahhoz, mert nagyon jó uh, állapotban voltak a bajnokság vége felé, szóval mi ezt próbáltunk egy kicsit áthozni, hogy ne legyenek nagy hullámok, ahhoz, hogy el tudjunk már most ezen a héten kezdeni továbbfejleszteni a, az erőt a gyorsaságot, a kitartást. Szóval ez mindenbe, ez a hét erről fog szólni, hogy próbáljunk vissza minél hamarabb visszaszerezni azt, a, azt az állapotot a játékosoknak, ami volt az utolsó bajnoki előtt, és ezen utána fogunk fejleszteni első öt nap az edzőtáborba is erre fog menni, és utána szépen a Készülünk, majd a mérkőzések fogják hozni azt az utolsó záró a kondíciót, amit, amit kell nekünk, a, mint a csapatnak, mint a stábnak. És ezért is egy kicsit másképp terveztünk az edzetábori meccspontait, de úgy jött ki, hogy az utolsó, hat napban három meccset fogunk játszani, és ezért nagyon óvatosaknak kell lennünk, hogy ne legyen csapat túrterhelésben, ne legyenek sérülések, szóval ez elég most komoly erőfeszítés igényel újra, mert ahogy elmondtam, mi egy kicsit több napot akartunk volna meccsek között, de nyilván nem mindig mi választhatjunk, főleg egy német élvonal, vagy egy dán abban, hanem Próbáltunk közösen megtalálni azt, hogy nekünk is jól legyen, meg nekik is természetesen. Nem minden játékos van még tisztában azzal, szerintem, amikor eljön Diós Györbe, hogy milyen atmoszféra fogja fogadni itt a, a, a játékosokat. Főként egy meccsnapon, vagy, vagy egy úgymond ilyen meccs körüli napon, úgyhogy erre fel kell őket készíteni, el kell mondani el kell mondani, hogy mik a célok, hogy ne himbilimbi legyen, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ezzel nem lesz probléma, nekünk egy egészséges jó társaságunk van, egy abszolút befogadó, úgyhogy ezzel nem lesz probléma, mondom, nem, egy, nem egyszerű dolog volt már ez, úgyhogy ezt gyorsan meg is tesszük, hogy, hogy a pályán is már össz, összhangba tudjunk lenni az új játékosokkal mivel külföldi, ezért neki munkavállalási engedélyt kell kérni, amit a hatóságoknál kezdeményeztünk. Ezután tudunk vele munkaszerződést kötni, és tudjuk indítani a folyamatot a labdarúgó szövetségnél a leigazolásáról. Ennyi a történet. Ahogy említettem, hosszú távú komoly erősítéseket hoztunk. Szergei átbeszéltük, csak olyan játékost kerülhetett ide, akit jövőre is tud majd használni a csapatban. Nem, hát mi azt szeretnénk, hogy mindenhol, mindenhol meg legyen a konkurencia. Tehát a jobb oldal az pont egy olyan példa, ahol megvan a komoly konkurencia. Megfelelő játékosa, és most ezzel a kerettel úgy gondoljuk, hogy minden pozícióban meg lesz a harc, edzéseken, és így tudunk fejlődni a, a jövőben. Nem lennék itt, hogyha nem szeretnék élvonalbeli focista lenni amíg jól érzem magam, addig, addig, szeretnék játszani. Nekem is komoly céljaim vannak, úgyhogy, mint már elmondtam, akkor nem igazoltam volna ide, akkor inkább befejeztem volna. Úgyhogy, de ezt így átgondolva, családdal is megbeszélve, mondom, én még nagyon sok erőt érzek magamba. 34 éves leszek, igen, de úgymond fit vagyok. Van egy pár apró sérülés, de hát ez ez mindig benne van, úgyhogy én még nagyon sok erőt érzek magamba, és ö, ö, szeretném a, a tudásommal, a rutinommal, a játékommal segíteni a Diós Győrt ahhoz, hogy, hogy összejöjjenek ezek a célok, és feljussunk, mert nekünk ott a helyünk szerintem, amikor átgondolt felkészülés van a csapatnak, az nem, nem, nem jelenti az, hogy az első mérkőzésen a csapat a stop formában lesz. Szóval az, aki mélyen foglalkozik, ez ezt tudja, az mindig ilyen 6-7-es uh, uh, felépítési program. Szóval uh, mi is nem egyből kezdünk azzal, mint hogy még régen, amikor még ilyen futballoztam, volt az, hogy jöttünk, és az első nap az, hogy Test Cooper 7x50, meg ugrásszögzés, ha Endre nevet tudja, amiről beszélek. Szóval mindig úgy volt, hogy első két-három nap is már mindenki meg volt halva, akkor azt hitték, hogy ez a jó, most egy kicsit már másabb lett a, a felkészülési, a, az egész tudomány erről szól, hogy szépen, óvatosan, finoman építenünk föl természetesen a célunk az, hogy az első mérkőzésen mi, minél legjobban tudjunk kinézni, de, de mondom, ez, ez a folyamat az mindig megy. Szóval ez ilyen 6-7-es periodizációnak nevezve, amikor látjuk a számokat, amikor követünk a chronikai fáradtságot, stb. valamikor ezt visszaveszünk egy héten belül azért, hogy le elmenjen ez a chronikai... Szóval ezek, ezek nagyon elég sok Tudományi igénye az, hogy finoman és jól tudja felkészíteni a csapatot. Természetesen a, 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 a... Hogy beszélünk edzőtábor, az erről szól, hogy finoman fel tudjunk építeni a csapatot a fevr, január vége, február mérkőzésekre. De ezek a meccsek, ahogy elmondtam, ez, 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 csak a program, egy kis ugyanilyen program, ez, hogy elérjünk. Ezért is mondom már előre, hogy az első mérkőzés az 45 perc lesz, a 45-45 perc mindenki megkapja a terhelését. Következő meccsen egy kicsit többet játszunk, és a harmadik mérkőzésre tervezünk azt, hogy már má megpróbáljunk őket elhozni erre a 90 percre, hogy ők utána nyugodtan tudják ezt átviselni már a bajnoki mérkőzéseken. Nyilván, hogy barátságos-barátságos mérkőzés, de a srácok profik, és mi is nem szeretnénk elfeledkezni az a, a eredményről is, és megpróbáljunk már ott megmutatni a legjobbat, mire vagyunk képesek most de, de elsősorban a, most ez az egész úgymond három hetes felkészülés arra szól, hogy a legjobban fel tudjunk készíteni a csapatot a bajnoki mérkőzésekre.